Sziasztok, én Kraken vagyok, és ez itt a Vas R2 Sword NFCP 3 nevezetű fegyver bemutatom. Ez a fegyver, hát hogy is kezdjem, elég szép névvel rendelkezik, elég hosszú névvel. Alapvetően ez az NFCP 3 elnevezés, ez minden fegyverben, minden egyes fegyvernél azt jelenti, hogy három nyitott szlotja van, amit ti használni tudtok. Mint általában a fegyvert most is Improvised Rifling 2-vel, Hunting Sight 3-mal és egy taggerrel használom. Azért kettes az Improvised Rifling, mert nem szeretnék 60 ezret elkölteni egy modra, illetve olyan messzire amúgy se használnám már ezt a fegyvert, ahová azt a 3-asat megéri megvenni. Ez a fegyver leginkább egy AK-hoz hasonlítható, játékbeli néven Entek 5. Pontossága, sebzése és TTK, vagyis Time to Kill alapján is, illetve lőszerben is. Szóval minden egyes tekintetben. Na. És ráfut a gránátra, ennyi. Minden egyes tekintetben egy Entekre hasonlít. Legalábbis ahhoz hasonlít leginkább. Ez a fegyver igazából egy reskinnek mondható. A reskinek az APB-ben elég gyakoriak. Ilyen például az NHVR után a PSR reskin. A PSR ugyanis teljesen ugyanaz olyan adatokkal rendelkezik, mint az NHVR. Annyi különbséggel, hogy máshogy néz ki. Szóval a Vas R2 egy reskin. Ennek leginkább az a célja, hogy mondhatni pénzt nyerjenek. Hiszen van, akinek tetszik a kinézete, illetve egy kicsit másabb adatokkal rendelkezik, mint az Entek, annyira nagyon nem feltűnő. Csak kicsit kijöttem ide a napra, hogy megcsodálhassátok, hogy néz ki. Ez nem az eredeti színe. Az a szürke rész, amit láthattok, az alapvetően, hogyha jól emlékszem, zöld, illetve egy kicsit másabb árnyalatú fekete. Na, némelyik nem tudnak vezetni. Illetve egy kicsit másabb árnyalatú fekete az alapvető fegyver. Csak úgy közlöm, hogy nem láthattátok, nem írta ki, de lelőttem azt az embert még így is, hogy nem céloztam rá. Közelharcban egész jól használható fegyver. Távolra viszonylag pontos, és szerintem elég könnyen alkalmazható mind sikátorokra, mind sikátorokban levő harcokra, illetve nagyobb nyílt terepeken is. Bár én utóbbit jobban preferálom, hiszen ott mégiscsak jobban észre lehet venni, hogy honnan jön ellenség, és ez egy ilyen mondhatni support fegyvernél nagyon, nagyon fontos dolog. Próbálok nektek keresni. Hát igen, ez a Time to Kill, amiről beszéltem. Elég könnyen meg lehet venni bele bárkit. Azt hiszem egy nanót lőttem le. Elnye, csak észrevett. A tárban 32 golyó van, és 128 golyó van még emellé. Az újratöltési sebesség az Entekkel azonos. Talán kicsit lassabb, hogyha jól megfigyelitek.
tárban a 32 golyóhoz körülbelül 3-4 ember lelövésére alkalmas, hogyha pontosan lövünk, illetve hogyha improved rifling-gal lövünk, akkor az adott határon belül kell lőjünk ahhoz, alapvetően pedig csak a megszabott határon belül érünk el 3 vagy 4 killt ebből a 32 golyóból. Tudom, ez már nem az első rész, és sajnálom, hogy ebben a részben kell megjegyeznem, de mostantól, hogyha bármikor van olyan fegyver, amit szeretnétek, hogy bemutassak, akkor azt kommentben tegyétek meg. És hogyha alkalmam van rá, szóval van mondjuk Joker tikettem, hogy ki tudjam váltani 7 napra, vagy ki tudjam próbálni rövidebb időre, akkor én ezt megteszem és bemutatom nektek árérték arányba, illetve egyéb adatok szerint, ahogy most is tettem az előző két videóban, illetve ebben is. Igazából erről a reskinről sokkal többet nem tudok mondani, úgyhogy legközelebb kicsit élménydúsabb fegyverrel szeretnék jelentkezni, ami nem más lenne, mint a Necrova. Még hozzá a Necrova Kraken. Lehet, hogy rólam nevezték el. Ki tudja. Következő részben mindenki derül arról a fegyverről is. Akkor is tartsatok velem. Sziasztok!